Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a World of Warships folytatása. Ezúttal a japán rombolóval próbálkozunk. Hát, ha sikerül némi ponthalmaszt összeszednünk. És eljutni vele valahova. Nagyobb részt botok, egy-egy hordozó, meg két-két romboló, ha jól látom, így a játékos állomány. Úgyhogy a közepes és nagy hajók, a cirkálók és a csatahajók maradtak. Mindenkinek prédálnak, mekkora is 7 kilométer a torpedónk. Abból lehet valamit kihozni. Bár a java része úgyis azon fog elmúlni, hogy a játékos rombolók miként sikerül, miként vadásznak egymásra, aztán majd kiderül. Egy torpedós csomaggal jön a Langley. Igazából próbálnám kihagyni azt a repülő általi felfedést. Bár csak korlátosan tudom, mert így is, úgy is. Na jó. Azt nem. Egyet benyaltunk. Hát ez nagyon gyors volt. Az enyémeim meg persze tudja hova mennek. Hát ennyi. Én belesétáltam, majdnem sikerült elkerülni, de nem. A legvégét elcsípte. Így jártunk. No, hát akkor... Ez egy gyors és tiszta bukta. Hát, próbáljunk egy New Yorkot. Azzal legalább relatív gyors lesz a meccskeresés. Tier 4 és alatta igen-igen lassúcska. A fölött másodpercekben mérhető. Csak attól még valamikor ki kell farmolni a többi hajódól is a Tier 5 vagy fölötte lévőket. Persze ehhez hatékonyabb játék kéne, mint hogy az első szembe jövő hajó kilő. Na. Betöltesz? Előbb-utóbb. No. General quarters. Lőtávunk a fél pályára elég. Ellenben... Fedezék, az nyomokban akad. Hát, menjünk abba az irányba, aztán majd kiderül, hogy jó vagy sem. Ha hárman próbálunk megvédeni és megszerezni egy csomagot, akkor az azért mégiscsak emberibb. Not.
Á! Esélytelenül messze van. De legalább egy kicsit megzargattuk. Aztán majd kiderül. Még nem reménytelen. Csak hogy úgy tudja, hogy mi a helyzet. Próbálunk azért, hát ha valahol ott van még középtájon. Valamit találtunk. De azért csak óvatosan most már. De most már kapok én is ívet. Reméljük csinálnak vele valamit. Most épp speciál nem látom. Bebújtotta kis butyökbe. Hát akár találhat is valamit. Sőt, végén annyira nem is volt rossz. Nem volt jó, nem azt mondom. Mind a hegybe ment. Oké, akkor nem érőlködünk. Hát ez nagyon-nagyon kis lead, de valami. Egy-két bütyök ráment. Igazából azt az egyet, azt megvárjuk. Remek! Mindent találtunk, kivéve van egy sebezés. Az baráti. Oldalt akar mutatni, úgyhogy akkor váltsunk át a P-ra, hátha segít. Korlátosan, mit ne mondjak. De mondjuk, amíg engem lőnek, addig legalább a többiek szabadon tudnak pofoszkodni. Ott volt egy jó. Relatív, 3000 azért fenomenálisan jónak nem mondanám. Na, mondjuk azt még lehetett volna HP-zni. De ez meg fél HP-n van. Úgyhogy maradjunk rajta. No, más valaki ott majd egyszer jön, de az mondjuk 20 km táv.
Néhány még találni is fogja így. Egy fincsi tűz. Jobb helyen. Még az nem jó, hogy egyszerre kettő lő. Az nem túl egészséges, főleg, hogy ezek meg nem igazán dolgoznak, pedig nyugodtan cakkozhatná. Semmi nem kerül. Amíg engem lő. A kettő, hogy dolgozzanak rajta. Az azért benn volt. Tűz tovább ég. Nem gondoltam volna, hogy elfutnak, és ott egy hordozó. Ott bujkál egy hordozó. Csak a mihez tartás véget. Megpiszkáltuk. Our victory is in sight. 600 pont nekik, meg 190, akkor jó, hát mind a három pontot tartjuk. Az valóban egy ideálisnak tűnő helyzet. Ráadásul előutóbb vagy kilövik azt a két csatahajót, vagy akármi lesz. Hát nem sok, de azért valami. Ezenek itt nagyon sokan lenni nekem. Ez picit talán túl messze van. Ez inkább csak piszkálás, de azért számít. Nem rossz bombázás. Egy gyógyítást azt eresszünk is meg, azt hiszem. Süllyedt a másik nagy, vagy csak elbújtott a sziget mögött. Ki tudja. 3000 és egy tűz. Azt nem szerettük. De hát ez van. Lassan végre be tudunk bújni a sziget mögé. Jobb híján. Egy adag azért a hordozóba, az mindig nyerő. Mondjuk kezdünk túl sokhoz túl közel lenni. Mondhatnám azt is, hogy mocskosul elől vagyunk. De elfogytunk pontból, már az ellenfél. No, remek hír. Nem azt mondom, hogy egy bődületesen nagy eredmény volt a sajátom, de azért dolgoztunk, nem is rossz. Azt sem mondhatom, hogy rossz lenne. Remek. No. És akkor menjünk még egyet a hordozóval mondjuk. Csak nem érne. Talán előbb-utóbb átverekedjük magunkat a következő szintre. Vagy újabban láttam, hogy tier 4-es hordozókat bedob
4-5-ös csatába, ami nem egy rossz feladvány. Hát ha. Hát ha előfordul. És akkor mehetünk egy rendes hordozós menetet. No, lássuk a helyzetet. Hát nem. Egy-két csatahajó, meg ilyesmi. No. Melyik? Hát ez egy elég tré. Autopilot mode enabled. Elég trépája. Mit nem mondjak, a másik oldalon jó bebújni ott a sarokba. Ebbe a sarokba, ebbe a ficakba, de itt nem annyira, mert itt kijönnek rendszeresen. Vagy inkább azt mondom, kijöhetnek rendszeresen. No, ott egy ráadásul játékos. Azért egy minimális valami megvolt, meg egy tűz. Hát akkor menjünk rá. Ez csak, hogy úgy érezze. Érezze a szeretetet. Ha már véletlenül belefutottunk, de ezek szerint a távoli sarkot nézi ki magának. Végis ha az a cél, hogy elbújjon, akkor működik. Oké, mi buktunk egy rombolót a random picik közül. Még egyet. Az eddig nem túl jó eredmény. A random meccseket nem nyertük meg, maradjunk annyiba. No. Lássuk. A fete nem tűnik rossznak. Szép dupla. Már megnyugtató. Hát talán még egy torpedót betolunk. Megvolt. Az azért jól hangzik, amikor három indított torpedóból három talált. De a csata az nem annyira mi oldalunkon áll. Egyenlőre. Egy picit javult az arány. Egy csapat random torpedó. Valószínűleg nem ér el sehova, de ettől még nem örülünk. Na, legalább meg tudtuk piszkálni. No, hanem teljesen lesz katasztrófa a dobásunk. Akkor még egy süllyesztésre is jók vagyunk. Egy játékos hajó mínusz. Annyival hozzájárultunk a csatához.
de a többi azért kétséges. Mondjuk vannak, akik blokkolják az ő pozícióit legalább, úgyhogy pontokba előrébb csúszunk egy picit. Sőt, kezdünk jól állni. Meglepő. Nem vártam volna. No. Sikerül itt egy jót torpedózni. Hát ez azért akár meg lehet. Ó, remek, budjant még egy nagy vas tőlük. Ellenben a torpedóim a semmibe mentek. Akkor menjünk inkább a játékos csatahajóra. Ez veszélyes pozícióban van nekem. Mindjárt két találat, helyes. Sajnos semmi egyéb bonyolultság, viszont akkor a hordozó az inkább sipírceljen. Másfelé. Na, egy dupla tűz. Az jól hangzik, a dupla tűz. Van elég torpedó. Úgyhogy induljanak a torpedók. Mondjuk életveszélybe vagyunk nagyon. Hát ebből a legjobb esetben is az egyik fog csak találni. De az azért ilyen. Hát mondod. Egy újabb megvan. Egy tűz még mindig ég. Ezer HP, 200 HP. És gyógyul a nyavaja. Ezt sajnos elszúrtam. Azt hittem, hogy ő robbant föl, nem én. Ezt sajnos elszúrtam nagyon. Nem sokon múlt egyébként az, hogy kilőjük. Egy-két jó lövésen. No, hát innen már a többiek dolga. Mi maradt egyébként? Két játékos a mi oldalunkon, két játékos náluk is. Hát ez van. Egy picit jobban dolgozunk csak. És megússzuk. Na se baj, hát mára ennyi. Innen folytatjuk legközelebb.
Mert meglátjuk a eredményeinket, vagy sem. Felteszem, a New York-kal nyertünk, de lehet, hogy még mindig tart. Ha nem azzal nyertünk, azt befejeztük. Jó, no, hát innen folytatjuk, már ennyi.